Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a konferencián elmondta, hogy Magyarországon a család férfi és női tagjait, a gyerekeket és nagyszülőket is magába foglaló családi gazdaságok megerősítésére került sor egy új törvényi szabályozás és a hozzá kapcsolódó adóreform révén. Új lehetőségeket nyit a nők agráriumhoz kapcsolódó szerepvállalásának erősödésében. A mezőgazdasági munka hagyományos jellegének és nehézségének 21. századi átalakulása, az automatizációt és digitalizációt jelentő új technológiák térnyerése, amit a Magyar Agrárpolitika egy jelentős beruházási programmal támogat. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a magyar kormány külön programot indított a magyar falvak infrastruktúrájának, közszolgáltatásainak fejlesztése érdekében, ami az óvodák, orvosi rendelők fejlesztése, vagy éppen az utak rendbetétele révén jelentősen javítja a kistelepülésen élők életkörülményeit, teszi vonzóbbá az ottani életet a fiatalok számára is. Az esemény végén a résztvevő országok közös nyilatkozatot fogadtak el, amelyben elkötelezettségüket fejezték ki a vidéki térségeik fejlesztése, a vidéki területeken élő nők helyzetének javítása mellett.